Gyakorlatilag mondhatunk így is, meg úgy is, lehet mondani lelki fájdalom, amikor mi az elmére gondoljunk, és mondjuk, a lélek, de ha szigorúan nézünk, a Bhagavad Gita tanítások alapján, ott azt lehet olvasni, hogy lélek nem fáj, lélek nem változik, lelket nem lehet fegyverrel darabolni, tűzzel nem lehet elégetni, akkor vízen nem lehet nedvesíteni, leveg, széllel nem lehet szárítani, és ezért a lélek nem fáj, viszont amikor az elmével rendelkezünk, ami anyagi be van szennyeződve a tudatunk, az elme, akkor ez fáj. Amikor negatív érzelmeknek a rabjaival válunk, azt fáj, és ezt keverünk össze a lélekkel, és mondjuk fáj a lelkem. Lehet így mondani, nem probléma, de szigorúan mondva a lélek az nem fáj, csak a beteg, szennyes tudatom azt, amit fáj.